Szatmári Szilva pálinka, Szabolcsi Alma pálinka. Mindkét termék műszaki leírását pontosítani kell egy Európai Uniós szabály szerint. A Pálinka Nemzeti Tanács ezért összehívta a megyei főzdék tulajdonosait, hogy közösen fogalmazzák meg a helyi pálinkák sajátosságait. A Pálinka Nemzeti Tanács kapott Brüsszelből egy felhívást a Szatmári Szilva pálinkának a műszaki leírásával kapcsolatban. Bizonyos kérdéseket tettek föl, és én úgy gondoltam, mint a Pálinka Nemzeti Tanácsnak a tagja, hogy ezt nem hiszem, hogy a minisztériumnak, Budapesten élő embereknek kell eldönteni, hogy milyen módosításokra sor kerüljön, hanem a Szabolcs-Szatmár-Berek megyében élő kereskedelmi pálinka főzdéknek kell erre javaslatot tenni, véleményt formálni, és ezt kell fölterjesztenünk úgymond Brüsszel felé. 2017. január 1-től a jövedéki törvény szinte teljes egészében megváltozik, ami az összes kereskedelmi pálinka főzde hétköznapi életére hatással lesz. Hangzott el a sajtótájékoztatón. A NAV szakemberei szerint a változások jelentős adminisztratív terhet jelentenek majd a vállalkozások számára. A kereskedelmi főzdék esetében az eddigi havi adatszolgáltatást leváltja a napi adatszolgáltatási kötelezettség. Minden egyes nap a készletén lévő jövedéki termékről adatot kell szolgáltatni, ami eddig csak havonta volt, ez most már akkor napi szintű emelkedett. Változik ezzel kapcsolatban még a garancia számításának módja, az eddigi termeléshez kialakított garancia nyújtás. Jelenleg a szabályozás szerint, a jövőben pedig ez a garancia pedig az adófelfüggesztés alatt lévő jövedéki termék adótartalmának, illetve a adott hónapban szabadforgalomba bocsátott jövedéki adótartalomnak az alapú vételével kerül megállapításra. Az osztályvezető hozzátette, a jövedéki törvény módosítása miatt nem kell árnövekedésre számítani. A kereskedelmi pálinka főzdékkel ellentétben a bérfőzdék adminisztrációs terhei pedig csak minimálisan változnak majd a jövő év elejétől.